egy ilyen cirkuszi mutatványnak tűnhet sokaknak. Hát azért nem az. Ez egy megerősítés a fiatalok számukra is, akik oda kiállnak. Igen, mert az a fiatalok hiszem, ez számára nagyon... sokkal hitelesebb. Nem, akinek oda ki kell állni, hogy kérem, én drogot fogyasztottam. Nyilván ők erre már felkészültek, és ők vállalják azt, hogy a drogfogyasztók meg az alkoholfogyasztó karrierükön túl, ők szeretnék azt a segítséget, amit kaptak a felépülésükhez, ezt visszafordítani mások javára, úgy gondolom. Így van. Értem, az előbb rákérdeztem, hogy a bónuszpásztor hol érhető el, ezt mondjuk el a nézőknek, vegyenek egy ceruzát, írják le, egy telefonszámot legalább, vagy egy honlap címet. Hát a cím az a Pandurilor 72/3. Igen, könnyen megjegyezhető. Igen, ez egy könnyű, tehát Pandurilor 72/3, ez az irodacím. A telefonszám 254-460, ismétlem 254-460. Aki nem tud megjegyezni, a tudakozónál meg lehet kérdezni, bónuszpásztor. És a honlap pedig www.bónuspastor, tehát nem bónuszpásztor, hanem bónuspastor.com. Nem org, nem net, hanem com. Még egy rövid témára időnk van. Románul is megjegyezni. Igen, angolul is. Még egy rövid témát mindenképpen szeretném, ha érintenénk azt, hogy korábban, amíg ugye injekcióval történt a drogozás, addig egyértelműen kapcsolódott más fertőző betegségekhez. Nem véletlen, hogy a sátornak a neve drog, AIDS. Ma is így van ez, hogy még mindig összekapcsolódnak ezek a dolgok, vagy csak így maradt? Nézd, nálunk még így van, de mondjuk egy érdekes dolgot, külföldön nagyon jól működik az úgynevezett ártalomcsökkentés. Magyarán ez azt jelenti, hogy aki micsoda csökkentés? Ártalomcsökkentés. Ez, hogy mindenki számára érthető legyen, ez azt jelenti, hogy kialakítanak olyan külön helyeket, ahol a drogfogyasztó bemegy a maga kis drogad adagjával, steril eszközöket biztosítanak számára, rezulanyosszat eszik, beadja a kábítószert, és nem az utcán csinálja. Ez azért fontos, mert ez csökkenti a kriminalitást. Ennek a hátterében az áll, hogy külföldön egyre több idősebb drogos látunk azért, mert a rendszer, ami vigyáz arra, hogy ne károsítsák önmagukat és az embertársaikat, az olyan jó szinten működik, hogy egyszerűen az egészségükre olyan jól vigyáz, hogy tulajdonképpen a drogos le is épül, és hogy nem olyan természetesen, mint egy teljes mértékben funkcionáló embertársunk, de megadottak számára a lehetőségek, és próbálják a megmaradt erőforrásaikat minden szinten hasznosítani, tehát részmunkaidőben. Tehát ez az általán csökkentés számunkra egyelőre itt még viszonylag ismeretlen, ez tücsere programokat is jelent, sőt Hollandiában az állam a heroinfüggőknek a heroin ingyen adja azok számára, akik nem gondolják abban a pillanatban, hogy változni képesek vagy tudnak. Ezzel azt próbálja elkerülni, hogy a hívfertőzés, a hepatitis B-C fertőzés tovább terjedjen olyan emberek számára, akik egyébként nem biztos, hogy ebbe a karrierbe vállalkoznának a drogfüggők. Igen, itt azt hiszem, hogy el kell mondani, hogy ameddig az alkoholt nagyjából szabadon lehet fogyasztani, igaz, Segesváron egy egész napra betiltották kétszer is a választások alatt, de azért nem jellemző, hogy tilos lenne fogyasztani, ezzel szemben a drogot azt kereskedni mindenképpen tilos, és maga, tehát hogy hordani, tárolni is tilos. Nyilván, amikor a szájában van az embernek, az már vitatott, hogy akkor most tárolja, vagy fogyasztja, vagy mit csinál éppen de vele. De még az is tilos, hogyha egy tranzakcióval én fordítok, mondjuk van egy külföldi, egy bulgár mondjuk, aki hozza a drogot, és én fordítok a román vagy magyar kollégámnak, ha a tranzakcióval részt veszek, és kezeset tettem a drogokra, elítélhető. Értem, és ezek milyen szinten? Hát általában ez egy ilyen pártfogói felügyelet alá való kerüléssel jár együtt, tehát ez azt jelenti, hogy bekerül az ember a bűnügyi procedurába, de hogy nem kerül börtönbe, hanem egy ilyen pártfogói felügyelet alá kerül, de hogy mondjam, ez egy fiatal számára, ez egy nagyon-nagyon sokkolt tapasztalat, tehát jól meg kell gondolni, milyen szinten találkozunk a drogokkal. Értem, mi a teendő akkor, amikor oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy vegyen kérem egy kis drog, olcsom adom. Ingyen adom. Általában ingyen. Hát most az a kérdés, hogy kivel találkozik az illető, és milyen környezetben. Ugye Angliában érdekes módon bevezettek egy olyat, hogy a parti helyeken az egyébként megbontott üvegnek a tetejére olyan fajta rendszert szerelnek, amivel nem lehet semmit betenni, csak olyan, mint egy kis szívószál, de zárva van a felülete. Ezt azért tették, hogy egyébként megtörtént az, hogy betöltöttek az italába olyant, amit ő nem kívánt fogyasztani, kábítószer veszek. És ez annyira komolyan veszik, hogy egy veszélyeztetettebb szórakozóján ezt ráteszik azt a bizonyos szerkezetet az üvegre. Tehát nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy én kérem, azt lehet egyenesen beleteszik. Ez Angliában ez abszolút így működik, hogy ráteszik azt a szerkezetet, hogy ne kerüljön bele semmilyen idegen szer. Ez a parti szervész szolgálatnak nevezik.
Mondjon nemet természetesen ezeknek a igen. Ezt is mondom, hogy én is zárszóként, hogy mondjon nemet, amennyiben tud, ha nem tud, forduljon segítő szakemberekhez vannak. Én nem azt mondom, hogy a rendszer az olyan fejlett, amilyen lehetne, nyilván dolgozni kell azon, hogy fejlődjön. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, akinek füle van, hallja meg, és ne feledjék, jövő héten is lesz folyamatos jelen, akkor is itt leszek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!